Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy új hold orákel augusztus 8-án. Ez az új hold itt látható középen ezen a kártyán. Mit jelent ez valóban? Amikor a nap és a hold találkozik, akkor beszélünk egy új holdról. A kínai asztrológiában, vagy mitológiában úgy mondják, hogy egy új hold napon az égi császár a nap és az égi császárnő a hold találkozik, visszavonulnak a hálószobába, és oda nem kell nekünk betekinteni. És ha ez az éjszaka elmúlt, akkor van egy új kezdet. Valaminek a születése. És pontosan így hat ránk is. Egy ilyen napon jó, hogyha visszahúzódunk, ha elgondolkozunk azon, hogyan tovább, hogyan tudnánk megvalósítani a terveinket, vagy azt is jelentheti, hogy a párkapcsolat területén egy ilyen éjszakán a nyugalomra, a romantikára van szükségünk. És ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mi várható, hogy tudnánk megvalósítani az álmainkat. Tudom, hogy sokan úgy közlik, hogy ez az új hold az oroszlán jegyében van, holott nem az oroszlán jegye hat erre az új holdra, hanem van egy csillagkép. Most ne nevessetek ki, ezt a csillagképet úgy hívják, hogy etető, és itt két szamárról van szó. Elmesélem hozzá a történetet a görög mitológiából, és akkor megértitek azt, miért van ez a csillagkép. A régi-régi időkben volt egy harc, egy küzdelem az istenek és a titánok között. Ezek a titánok voltak az óriások, és úgy nézett ki ez a küzdelem, hogy az óriások győznek. És ebben a pillanatban megjelent két szamár, és ezek a szamarak olyan hangokat adtak, amit a titánok nem ismertek, és annyira megijedtek a szamaraktól, hogy elrohantak, és így az istenek győztek ebben a harcban, tehát a szamarak megmentették őket. És ott van ez az etető, ahol ők természetesen megkapják a gabonát, vagy ahogy etetik őket. És ott van ez az etető, és így hívják ezt a csillagképet, illetve ezt a csillagcsoportot, és ez a csillagcsoport, a két szamár és ez az etető, ez hat ki a mai új holdra. Ennek természetesen van szimbolikus jelentése is, mégpedig, hogy figyeljünk oda az élelmiszerre, vagy kell a biztonság érzete, hogy meglegyen ez a termés. Azon kívül, ahogy a szamarak hangosak voltak, mi is felemelhetjük a hangunkat, és kifejezhetjük a véleményünket. Szerintem ez is fontos. Amit még számunkra ezek a csillagok jelentenek a biztonság érzetét harcok nélkül, kihívások nélkül. Ezek a szamarak is fent vannak az égben, mégpedig úgy hívják a déli szamár, Südlichen Asselius, és az északi szamár, die Nördlichen Asselius. És ha elmúlik most ez az új hold, akkor lesz egy új kezdet. Mi várható? Ezt megnézzük most ennél a kirakásnál. Itt megvan az állandóság, egy stabil párkapcsolat, hiszen itt megjelenik a szerelem, tehát
Tehát párkapcsolatról van szó. Ez nem csak a te vágyad vagy elképzelésed, hanem ő is így szeretné. Itt ezen a kártyán látható ez a kehely, az utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát az áll most a középpontban. A biztonság érzete a szerelmi élet területén. Mint ahogy ez a ló még visszatekint, ez utal a múltra, lehet, hogy valaki visszatér a múltból, vagy valamit még meg kellene tekinteni, mielőtt előre mennének az események. De ez az irány, hiszen ez a hölgy ebbe az irányba tekint. Változik valami. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem mindenütt, ahol érzelmek vannak. Ez a kép utal a hűségre, tehát ez a férfi hűséges. Ha te egy férfi vagy, akkor ez a hölgy hűséges. Amit még itt a kártyák jelentenek, ez a ház. Itt meg lesz alapozva valami. Ez lehet egy tartós párkapcsolat, vagy az, hogy összeköltöztök, lehet egy költözködés, vagy egy ház építése is. Azon kívül jelenthet olyan tevékenységet, amit szeretnél megalapozni. Ez lehet a hivatásod is. És ez megmarad, hiszen itt van a hűség. Tehát egy stabil párkapcsolat és egy stabil cég kiépítése, ha ilyen terveid vannak. Amit ez a ház még jelent, a rokonokat. És itt van a szív, tehát lesz egy ilyen közeledés a rokonoktól, ami úgy szívből jön. Tehát egy kellemes látogatás, egy kellemes beszélgetés. Itt ezen a képen látható egy gazdag férfi, ő jólétben él, és segít neked, hiszen itt van a szerencse. Ez a férfi itt utalhat a munkára, és a munkahelyen segít valaki neked, és ebben szerencséd lesz. De ez a férfi jelentheti a lelki társadat is, és neki megvannak ezek a jó ötletei, gondolatai, szeretné azt, hogy jólétben éljetek, de ez a gazdagság lehet a belső érték is, hogy ő értékel téged, és boldog veled, de mivel ő értékel téged, neked is ezzel szerencséd lesz. Ha megtekintem ezt a két kártyát, akkor az lehet egy nyeremény is. Ez az új hold alkalmas arra, hogy meditálj valami felett, vagy elgondolkozz azon, hogyan tovább. Azt is jelentheti, hogy ti ketten terveztek együtt valamit. Ha elmúlott ez az új hold, akkor növekedni fog, és ez alkalmas egy új kezdetre, ezt jelenti itt ez a kártya. Mert itt akkor előre mennek az események, kivirágzik valami, sikered lesz, és itt van a szerencse is melletted. Ez a torony utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre. Itt is lesz változás, kiderül az igazság, itt kiépül, tisztázódik valami. Itt ez a torony utalhat az érzelmeidre is. A félelmekre, a bizonytalanságokra, amikor fogva érzed magad ebben a toronyban, ez olyan, mint egy börtön, vagy egy labirintus, ahol keresel egy kiutat. És itt a park azt jelenti, hogy kiszabadulsz ebből a toronyból, átteszed magad a félelmeken, és ez a ház utal a biztonság érzetére, hiszen óv téged.
Ez a ház jelentheti az otthont, a rokoni kapcsolatokat, a környezetedet is. Lehet, hogy a környezeted miatt voltak itt korlátozások, de ez most elmúlik, mert kilépsz ebből, hiszen a park felszabadít téged. Itt ez a kártya középen utal erre az új holdra. És milyen üzenet van ettől az új hold energiától? Ez a kártya, a nyár, jelentheti azt, hogy élvezd még a nyarat. Azon kívül szimbolizálja a te fellépésedet, kisugárzásodat. Itt megvan a siker, mert mások értékelnek téged, és ez a virágos kert jelenti azt, hogy itt kivirágzik valami, vagy utal a te szépségedre, nőiességedre, fellépésedre, és egy kreatív tevékenységre is. Persze lehet kerti munka is. Ez a kártya szintén azt jelenti, hasonlóan, mint a nyár, hogy itt te állsz most a középpontban. A kezedben van ez a rózsa. Te nem egy vagy a kertből, olyan, mint mások, hanem egyéniség van. Itt rózsaszínű, itt viszont piros. Tehát te más vagy, mint mások. És ez a te fellépésed. Azon kívül ez a rózsa szimbolizálja a szerelmet. Tehát itt lesz szerencse a párkapcsolat területén. Vagy jelenthet egy ajándékot, egy kreatív tevékenységet is. És én kívánok neked sok sikert, nagyon sok szeretettel, Dender rám!